Közel 3000 esetben riasztották a mentőket szilveszterkor, közölte az Országos Mentőszolgálat. A balesetek, verekedések, tűzesetek, szénmonoxid mérgezések és belgyógyászati rosszulétek mellett idén közel 140 részeg, esetleg valamilyen drog hatása alatt álló embert kellett kórházba vinni, közülük 37-en kiskorúak voltak. Tolna megyében is több volt a dolguk a mentősöknek és a kórházi dolgozóknak az év utolsó napjaiban. A két ünnep között és szilveszter éjjelén, elsősorban a traumatológián és a sürgősségi osztályon ugrott meg a forgalom a Tolna megyei Balassa János kórházban. A petárda és tűzijáték okozta komolyabb sérülések, nem jellemzőek szexárdon. Az elmúlt évekhez hasonlóan a mértéktelen evés, ivás okozott inkább gondot. Érdekesség, hogy fiatalkorú nem került kórházba a megyében szilveszterkor drog vagy alkohol miatt, mondja Németh Csaba, az intézmény főigazgatója. Az egyébként is szokásos kórformák jelentek meg a kórházba. Az kétségtelen, hogy szilveszterkor a detoxikáló állomás forgalma az lényegesen magasabb volt, mint az éves átlag. Akár naponkénti 6-8 esetet is kellett ellátni, de ezek is a szokásos, vagy ilyenkor átlagosnak számító alkoholos befolyásoltságnak az ellátásából adottak, rendkívüli vagy nagy dolog nem történt. A legutóbbi adatok szerint 14 liter tiszta szeszt iszik a magyar évente, 30 ezeren halnak meg alkohollal összefüggésben, és mindegy 800 ezer alkoholistát tartanak számon Magyarországon, ami azt jelenti, hogy szinte minden családra jut egy.